Magával Kósa Lajossal is kötött ajándékozási szerződést a Csengeri örökös, ezt mondta Szabó Gáborné ügyvédje. Helmeci László szerint ebben nem pénz, hanem vagyonértékű jogok szerepelnek, és ezen az ügyvéd által ellenjegyzett okiraton hitelesen ott van Kósa Lajos aláírása is. A Csengeri asszony jogi képviselője azt is mondta, ügyfele és Kósa Lajos együtt is járt Svájcban, amelyről az ottani bank biztonsági kamerája felvételeket is készített. Ráadásul megvan az örökséget igazoló okmány is. Kósa Lajos szerint Szabó Gábornét egy olyan ügyvéd védi, aki a DK jelöltje és korábban biztosítékot is hamisított. Ez például egészen véletlenül arról szól, hogy porkoláb gyöngyike kap mondjuk 2,5 millió eurót. A Kósa Lajos feleségének szóló ajándékozási szerződést mutatja a stúdióban Helmeci László. A Csengeri asszony jogi képviselője szerint ezt később megváltoztatták, ekkor került a képbe Kósa Lajos idős édesanyja. Szabó Gáborné ügyvédje Rónai Egonnak azonban más dokumentumot is megmutatott. Olyan dokumentumom van, ami azért arra utal, hogy nem csak az édesanyja, nem csak a feleség, hanem bizony ő is komoly, előnyökre tett volna szert. Az ügyvéd szerint ez egy olyan szerződés, amelyen a megajándékozott Kósa Lajos aláírása is rajta van, és nem pénzről szól, hanem vagyoni értékű jogokról. Az ügyvéd telefonon erősítette meg, hogy több ilyen dokumentummal is rendelkezik. Ezekben nem néhány millió forintról van szó, de a pontos összeget nem árulta el. Abba az ügybe, ahol anyuka, a feleség, az üzlettárs potom 800 milliókat kap ajándékból, azért nem olyan nagyon divat ajándékot elfogadni a Kósa részéről néhány 10 milliós összegbe. Ellenőriztem, megkérdeztem, ha ezen az okiraton a megajándékozott, az Kósa Lajos, és az aláírás az övé. Kósa Lajos erre úgy reagált, Szabó Gábornét a DK egyik országgyűlési képviselőjelöltje, az a Helmeci László képviseli, aki köztudottan már bizonyíték hamisítási botrányba keveredett. Egyre durvább lejárató kampányt folytatnak, minden eszközt megragadnak arra, hogy belekeverjenek a szélhámosságukba. Az ügyvéd szerint az örökség létezését bizonyítja, hogy Kósa Lajos és a Csengeri asszony együtt is járt Svájcban. Helmeci László azt mondja, bankbiztonsági okokból léteznek olyan felvételek, amelyeken Kósa beszél, és azt bizonyíthatják, hogy a miniszter hazudik. A kérdése is egy ilyen összeesküvés elméletszerű, azok a mondatok, amelyeket mondanak, vagy mond az ügyvéd úr ugye ebben az összefüggésben. Ezért nagyon nehéz is kommentálni ezeket, de mivel Kósa Lajos úgyis tett egy büntetőfeljelentést ebben a büntetőügyben, ki fogják vizsgálni, hogy milyen papírokat hamisítottak, hogyan zajlott ez a bűncselekmény, hogyan próbálták megtéveszteni a Kósa Lajost ebben az ügyben. Közben a Fühűnek interjút adott a Svájcban tartózkodó Szabó Gáborné. Ebben azt mondja, hogy Kósa nem kérte, csak elfogadta a 800 milliós ajándékot. Hazajönni sem akar, csak akkor, ha muszáj.